És a Györfi István Narkó Múzeum nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az államalapító Szent István ünnepe tiszteletére szervezett városi események záró rendezvényén, Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész állandó galéria megnyitóján. Külön köszöntöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Szepesi Tibor urat, városunk polgármesterét. Köszöntöm Gyurcsek János alpolgármester urat. Köszöntöm Sári Kovács Szilvia, alpolgármester asszonyt. Köszöntöm nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes urat. Köszöntöm Verez Zoltán plébános címzetes esperes urat. Szeretettel köszöntöm Györfi Sándor, Kossuth Díjas szobrászművész urat, emeritus Jászkun főkapitányt. Szeretettel köszöntöm Prókai Gábor emeritus lektor urat. Szeretettel köszöntöm a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, Györfi Sándor szobrászművész családtagjait, az intézmények vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Köszöntöm a televízió nézőket, akik a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Felkérem Szepesi Tibor polgármester urat köszöntő beszédének megtartására. Tisztelt miniszter úr, művész úr, lektor úr, esperes urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők! Karcagváros Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényünkön. Egy város számára mindig rendkívüli, amikor a szülőföld öleléséből indulva egy tehetséges alkotó munkáit, munkásságát ismertethetjük meg az itt élőkkel, a nagyvilággal. Szerencsére az elmúlt időszakban több olyan rendezvényen, kiállításon vehettem részt, ahol településünk egy tehetséges szülöttjének eredményeit, alkotásait mutattuk be. Egy polgármesternek, így nekem is óriási megtiszteltetés, ha egy kiemelkedő munkásságú, az egész magyarság számára meghatározó alkotóművész galériájának megnyitóján köszöntheti a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2018. március 15-én nemzeti ünnepünkön városunk díszpolgárának, Györfi Sándor Munkácsi Mihály Díjas szobrászművész, érdemes művész részére a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a paraszti világ mellett a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint érmeket, plaketteket és grandiózus köztéri szobrokat is magában foglaló gazdag életműve elismeréseként az egyik legmagasabb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat adományozták. Néhány nappal a
díj átadását követően egy szép rendezvény keretében köszöntöttük városunk szülöttét. Azon az alkalmon merült fel először az elképzelés, hogy szülővárosában állandó kiállítás, galéria keretében kerüljön bemutatásra munkássága. A közben bekövetkezett válságos időszakok miatt az elképzelés ugyan erősödött, de a megvalósítás váratott magára. Egészen a mai napig. Tisztelt jelenlévő, hitvallását Györfi Sándor így fogalmazza meg. Az alkotás maga a teremtés. Visszavisz a múltba és köt a természethez, amelynek mi is részei vagyunk. Többször hallottuk tőle, hogy pályájára a kun ősök mellett nagy hatást gyakorolt, hogy egy tanyán nőtt fel, hiszen a kunlaposi tanyavilágban nevelkedett. Családja földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott. Innen ered az állatvilág és a természet iránti vonzódása, ahogy a nő fogalmaz, én őriztem az utolsó ménest. Ezért nem véletlen, hogy első között felállított karcagi köztéri szobra a ménesek emlékére készül. Györfi Sándor kiforrott művészete tehát a szülőföld, a kunsági szík ember próbáló világából táplálkozik. A kunok konoksága munkál benne. A maga útját járó, a nehéz, küzdelmes életű, jóra törekvő emberek világát ismerhetjük meg benne, s művészete által. Györfi Sándor karcag szülötte, így nála jobban senki nem ismeri ezt a tájat, az itt élőket. Mindemellett elkötelezett híve a nagykunság világának, az alföldi rónaságnak, ugyanakkor, és ezt volt alkalmam tapasztalni, többszöri utazásaink, közös utazásaink során, otthon érzi magát a Kárpát-medence minden szegletében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Nekünk karcagiaknak a nagykunság fővárosában fontos, hogy megmutassuk, megőrizzük, megvédjük azokat az alkotásokat, melyek a szülőföldön, a szülőföldről indulva, annak ihletéséből, varázsából születtek, születnek. Györfi Sándor karcagi műterme zarándok hely volt eddig is, ahová ellátogathattak a tanulni vágyó fiatal kollégák, művészbarátok. Sok-sok tehetséges fiatal indult el abból a műhelyből. Bízom benne, és remélem, hogy e galéria is számtalan élménnyel gazdagítja az ide látogatókat. Rendkívül fontos számunkra, hogy a mai fiatalok is minél többször találkozzanak a köztünk élő művészek alkotásaival. Mert ezek az alkotások magukban hordozzák a szülőföld szeretetét, az ahhoz való ragaszkodást, hűséget, barátságot, az egész közösséget. Karcagváros önkormányzata és lakossága nagyon büszke városunk szülöttére, akik közöttünk él és alkot több mint 4 évtizede, és akinek köztéri alkotásait járva kellve a városban nap mint nap megcsodálhatjuk. Szerencsések vagyunk, hogy itt él közöttünk, hiszen ő az egyike az őrhelyüket el nem hagyóknak, akiknek szava mérték és mérce, melyhez magunkat és a világot mérhetjük. Györfi Sándor kiemelkedő művészi munkássága, hazafisága, lokálpatriotizmusa, tiszta embersége és szakmai alázata legyen követendő példa mindannyiunk számára. Kedves Sándor, kívánok sok erőt, jó egészséget, alkotó munkát, a látogatóknak pedig hasznos és kellemes kikapcsolódást, elmélyülést. Köszönöm szépen! Megköszönöm polgármester úr köszöntő gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérek, hallgassuk meg együtt ünnepi műsorunkat, melyben közreműködik Lósz Csilla tárogatón. Előadásában 2 népdal, a Motlegel, a Motlegel, valamint a Megyatiszán felek hajó, és egy műdalt hallgathatunk meg Magyarok szívhazája címmel. Kérem, fogadják őt nagy szeretettel.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhány mondatban ismertetem Önökkel Györffy Sándor szobrászművész életét. Györffy Sándor 1951. május 28-án született Karcagon. 1965-től 1969-ig a Budapesti Művészeti Gimnázium üvegdíszítő szakán tanult, ahol a szobrászat alapjait Borbás Tibortól sajátította el. A gimnázium befejezése utáni 4 évben katonáskodott, majd édesapja mellett Csikós volt Karcagon. 1973 és 1978 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatója Somogyi József, Mikus Sándor, Rátonyi József növendékeként. Szülővárosában már 1976-ban bemutatkozott néhány alkotásával a Karcagi Déri Művelődési Központban rendezett kiállításán. A főiskola elvégzése után visszatért Karcagra, ahol Derkovics ösztöndíjasként hozta létre műtermét. Ezzel egy időben kapcsolódott be a Nyíregyháza Sóstói Nemzetközi Élelművészeti Alkotótelep tevékenységébe, ahol 1978-tól az alkotótelepi tanács tagja, majd 1983-tól művészeti vezetője volt. Itt az általa felújított viaszvesztéses bronzöntés technika vált gyakorlottá. 1977-től a Művészeti Alap, majd 1980-tól a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének tagja. Már első 1980-ban a Karcagi Nagykun Múzeumban megrendezett nagy kiállítását is a kialakult Györffy stílus jellemezte. Ugyanebben az évben állította fel első karcagi köztéri szobrát is, a Ménesek emlékére című alkotását. Bensőséges kapcsolata a lovakkal édesapja mellett eltöltött Csikós híveiben gyökerezi. Előszeretettel ábrázol történelmi személyeket is, Damjanics János portréja, Zrínyi Ilona reliefje, Bajcsi Zsilinszki emlékmű, Szabolcs vezérszobra, Szent István király szobra, Kossuth Lajos szobra, az ópusztaszeri történelmi panteonban 4. Kun László király bronzmell szobra. Az országos hírnevet első egész alapos köztéri munkája Györffy István szobra hozta el számára, melyet 1984-ben állítottak fel a Karcagi Györffy István Nagykun Múzeum parkjában. Ez az alkotás jelentős mértékben hozzájárult a Munkácsi díj odaítéléséhez. A Jászkun Redemptió 250 éves évfordulója alkalmából adták át a Kun emlékhelyet, melynek a Kun ősök emlékét őrző szobrai egyedülállóak Európában. Eddigi pályája legnagyobb vállalkozása, Kun történelmi vonatkozású alkotásainak csúcsa, a 2001-ben átadott Nagykun millenniumi emlékmű. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Felkérem Prókai Gábor emeritus lektor urat a kiállítás megnyitójára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim! Polgármester úr! Kedves Sándor! Néhány éve, mikor Kossuth díjasként köszöntésekor Szepesi Tibor felvetette a művésznek, hogy munkásságát állandó kiállításon mutathatnák be, megütközve fogadta az ötletet. Állandó kiállítást a már nem élő művészeknek szoktak rendezni, mondta. Nem örült. Mára, elérkezve a kiállítás megnyitásának napjához, a kezdeti távolságtartó elutasítás már elmúlt, és a művész ma is alkott szülővárosában és műhelyében. Csak most ismertem meg az előzményeket, mikor a kiállítást rendeztük, de megnyugtatásként elmondtam volna akkor,
hogy nem csak elhunyt művészeknek és lezárult munkássággal nyitottak állandó kiállítást. A tisztelet és megbecsülésként Borsos Miklósnak Győrött 1979-ben, Varga Imrének Budapesten 1983-ban még életükben megnyitották gyűjteményes kiállításukat, hogy csak a szobrászatból vegyem a példát. Hármójuk közül, mármint Borsos, Varga és Györfi, Borsos tanított a főiskolán tanárként, mások mellett a művész öccsét Lajost is tanította, Varga és Györfi nem a katedráról vívott ki magának munkásságával, katedra nélküli professzorságot. A kiállításnak helyet adó épületet Györfi Balázs építész-tervező képzőművész tervezte át a mai funkciójára, formálta ki a kiállítás alapkoncepcióját, kibővítve azt interaktív múzeumpedagógiai tevékenységgel. A tisztelet a szülőváros részéről a művésznek szól, aki művészetének kibontakoztatását gyermek és ifjúkori életének tájain, éltető közegében tudta elképzelni, felnőttként, alkotó emberként is. Voltak ennek a városnak korábban is hírnevet szerzett szülöttei. Németh Gyula nyelvész, Györfi István néprajztudós, a fazekas művészetben Kántor Sándor neve vált, megkülönböztetetten megbecsülték. Németh Gyula munkásságát 1948-ban, Kántorét 30 év múlva 1978-ban, Györfi Sándorét újabb 40 év múlva 2018-ban ismerte el a Magyar Állam Kossuth díjjal. Szellemiségük, és soroljuk ide még Szűcs Sándort, Bellon Tibort, hatottak a mesterre, amit művészetébe ötvözve sugázón közvetített tovább, Németh Gyula szobrában, Kántor Sándor érmében, itt a Viktimben láthatják, Szűcs Sándor domborművében a múzeumnál látszik, meg az életmű kiemelkedő fontosságú és minőségű szobrában, Györfi István egész alakos ülőszobrában, ami a múzeum kertjében áll. Megtartó erőt sugárzó ez a város, ez a táj, legalábbis Györfi Sándor életre szóló hatása ezt érzékelteti. A karcagi puszta, az itt élő emberek világa visszafordító erejű volt akkor, mikor pedig a választott hivatás az érvényesülésének sikerrel köcsögtető megszokott útjaként a diplomát adó nagyváros felé marasztalta volna, és jelölte volna ki számára az irányt. Az ő döntése a karcagi tanyán nevelődött. Annak végtelen teret adó szabadságában, ahol Csikós édesapjuk a lovon száguldó fiai számára a horizontot jelölte ki határként. A szabadság vágya hozta haza, az ifjúi féktelen erő, önbizalom és hit, hogy meg kell és meg is tudja teremteni művészete számára az ismeretlen földön és közegben az alkotáshoz, a tehetségehez való feltételeket. A szobrászat, a szoborkészítés mesterségének tudását, az elődök művészetének ismeretét, tiszteletét tanáraitól, Borbás, Mikus, Rátonyi, Somogyi, a nagyvárosból hozta, de ahhoz, hogy a megszerzett ismereteket tehetségével művé formálhassa, az inspirációt, ösztönző készséget és szellemiséget a szülőföldön találta meg. A semmiből kellett megteremtenie a maga művészetének katedrálisát. Földből, agyagból, samokból, viaszból, bronzból, a tűzzel szövet. El kellett szakadni, szabadságot teremteni magának a kivitelezést illetően is. Műhelyt létrehozni. Tudatosan törekedett is erre. Már a főiskolán kezdett foglalkozni egy az öntési gyakorlatban elfeledett ősi szoborkészítési gyakorlattal, a viaszfeszejtéses bronzöntéssel. Itthon folytatta,
sok éven át tökéletesítette, művészi egyedülálló teljesítményig emelte annak gyakorlatát. Ennek egy bravúros virtuóz darabját látják ott az első vitrínben, azt a fenyőtoboszt. Nézzék csak meg! Nem hiszem, hogy a világon van ehhez mérhető hasonló bravúr. Önvallomását idézem. A viaszfeszítéses bronzöntés technikájának újra felfedezését a szükség hozta, mint a paraszti munkát. A parasztember mindenhez ért. A szerszámait is jó részt maga készíti. Én is így álltam a dolgokhoz, hogy amit az ember máshol meg tudott csinálni, azt én is meg tudom. A megküzdött, kincsé vált ismereteit nem csak a műhelyében kamatoztatta és osztotta meg. Megtermékenyítette vele a hazai és külföldi pályatársak művészetét, az általa vezetett művésztelepeken, Nyíregyházán, Mezőtúron, a határainkon túl Galántán, Lendván és máshol. A magyar alföldön öntő műhelyek jöttek létre az eddig errefelé ismeretlen kultúrát művelve. Erre is gondoltam, mikor katedra nélküli professzorságáról szóltam. Az eljárás nem csupán technikailag innovatív, hanem a művészi kifejezés szempontjából is felszabadító erejű. Ezért tekintik mesterüknek őt sokan a vele való találkozás után bevallottan vagy bevallatlan. De a saját munkásságában is meghatározó jelentőségű, hogy minden műve az ihlettől a megvalósulásig saját szellemét, kezemunkáját dicséri megtestesülése. Művészi szabadsága nem külsőleg a körülmények által meghatározott korlátokat csak maga állíthatott magának. Nyitottságának, önzetlenségének, kollegialitásának köszönhetően kacagi műhelye a szakmai körökben ismerté fogalommá vált. Keresték itthonról és külföldről. Korábban egy megnyitóján részletesen beszéltem arról, amit Liszt Ferenc munkássága jelentett a zongoramuzsika, a zongorázás megújítása terén. Liszt előtt példaként Paganininek a hegedűvel művelt művészi virtuózitása állt. Györfi Sándornak az elfeledett öntési technikát élettekeltő, élő gyakorlattá változtató felújítását Liszt tettéhez hasonlítottam, mint ami sok társa számára teremtett ugyancsak művészi megújulást. Többször utaltam már a művészi teremtő képességre. Hadd idézzem a magyar irodalom méltatlanul és sajnálatosan kevéssé ismert óriását, Szentkúti Miklóst, aki az előző században alkotta páratlanul hatalmas életmű. A művészi teremtésről így szól. A művész kötelessége, hogy Isten módra tovább folytassa a teremtést. A naturalista másolás Szentlélek elleni égbe kiáltó bűn és istenkárulás, hiszen Isten minket is kvázi istenekké formált. Ha meg így van, ha ez a katolicizmus legalapvetőbb dogmája, akkor Picasso és asztékek csak folytassák, amit Isten elkezdett. Alkotó, formáló urai vagyunk a világ nyersanyagának. A természet nem azért van itt, hogy másoljuk. Az Isten azért dobta elénk a természetet, hogy válogassunk benne, hogy mint második istenek alakítsuk tovább a magunk alkotó fantaszta kedvére. Az úgynevezett valóság csupán nyers elemeket kínál nekünk, amelyből a művész figuráz további isteni ornamentikát. Na most, ha valaki Isten káromlásnak gondolná ezeket a gondolatokat és mondatokat, azoknak ajánlom figyelmében II. János Pál pápa levelét a művészeknek írta 1999. április 4-én, így írt. A művész a teremtő Isten képmása. Igen, csak
Szentkuti Miklós 50 évvel ezelőtt megírta ezt már 1949-ben. A kiállítás válogatása méretét tekintve nem vállal többet, mint csupán rálátást adni, szinte kamara körülmények között érzékeltetni, szerényen, esszenciálisan bemutatni egy gazdag, elsősorban köztereken megnyilvánuló, ma is gyarapodó életművet. Azt azonban jól reprezentálja, hogy a művész tápláló gyökerek honnan kapják energiájukat. Megélt élményeiből, mint a Ménesek emlékére című szobra, és itt látszik a kis munkettje, ami kezdő éveiben született, meg a karcagi tájból, valóságból, emlékeiből elénk lépő parasztemberek ihletéséből. Lényegre törő, tőmondatos fogalmazás és hitelesség. Nézzék csak a nagyapám, a nagyszüleim, a pár, a szántás című munkáit. Az életművön belül ennek a csúcspontja az itt nem látható, csak kicsi tervben ott van a kubikus szobra, ami Mezőtúr terén áll. Nagyapja fejszobra, amely ott a sarokban látható, teljes alakká kiegészítve formálódott újra. Áll szikáran, szálfa egyenesen, erősen, megtöretlenül, legyőzhetetlenül. Kabátja sárkoloncokból felrakva, tömszerűen, hatalmasan borul rá, mintha a föld egy darabja lenne. Azt hordaná a vállain. A barázdás kemény arcban szigorú, de bizakodó tekintetű a szempár. Időtlenül példáz emberi tartást, önbecsülést, erkölcsiséget, őszintén, pátosztalanul, de nem érzelemmentesen. A magyar szobrászatban Borbás Tibor Ibrányi Földosztó című szobrát tudom társul mellé állítani, mint csak egymáshoz mérhető kvalitásokat. Szobrászi teljesítményeket, melyek Móricz, Veres Péter, Szabó Pál alakjainak reinkarnációi. Személyes meghitt vallomás az apám emlékére ott mindjárt a bejáratnál jobbra, kis plasztikája. Egy forró déli bábos nyári nap emléke, a tanyán élő pusztai ember, mint a rónák fejedelme ül a lován, magabiztosan, méltósággal és szabadság. A táj szeretetének szép megfogalmazásai a vihar, ott látják, aztán a peresi táj, a kunsági vérusz kis plasztikája, a Bartók feje alatt. A belső késztetés figyelme az emberre, a tájra azonosulássá válik, művészi programmá szerepesül. Az értékek keresése, felismerése, felmutatása művészi habitusának meghatározó eleme, amihez hozzá hasonló törekvésű tudós emberekben talál társakat, mint az ugyancsak szülővárosából induló Györfi István, Németh Gyula, Mándoki Kondor István. Györfi szélkenülő robosztus alakja, bölcs nyugalma, a fiatal szobrász ihletett, koncentrált, a formák szabad áramlását engedő és szabályozó, minden részletre figyelő, de abban el nem vesző, lényegre törő, fegyelmezett mintásással ül előttünk. A vibráló feszültséget és nyugalmat teremtő felszabadult formázás ellenállhatatlanul lenyűgöző erejű. A kezdetekkor főművet alkotott, ami nem csak az életműben, hanem a magyar szobrászatban, Varga Imre 60-i professzorához, vagy ugyancsak Borbást említsem, Széchenyihez vethető. Büszkén vigyázzák és óvják, szeressék a múzeum kertjében ezt a szobrot. Az idősebb pályatársról, Papi Lajosról, itt ahol bejönnek rögtön balra, bátor szókimondással szól a nem igazán atlétikus alkatú idős barátról, humorral és szeretettel. Úgy, hogy az embernek eszében sem jut, hogy tiszteletlenségre vagy karikírozásra gondolja. Munkásságának jelentős részét adják a történelmünk kultúrán nagy alakjairól formált szobrai. 2009-ben szobrász testvérével közösen kiérdemelt Magyar Örökség díj is ezt emelte ki. Az aranykönyvbe ez a meghatározás és indoklás került, idézem. A Györfi testvérek, Györfi Sándor és Györfi Lajos
a nemzet nagyjait megjelenítő szobrászművészete, magyar örökség. Ebből a műcsoportból itt a Barkók-dombormű, a Szent László lovasszobor, Kisvárdáról fotója és a pályázat nyertes makett, a Kassai II. Rákóczi Ferenc szobor fotója, és a városukban álló Németh Gyula szobor fotója, nekem egyébként bevallom egyik legkedvesebb Jürti szobrom, látom. Mint közösségi feladatokat, kihívásokat teljesítő művésznek többször kellett szembenézni a II. Világháború áldozatainak emlékére emelt szobrok készítésével. Igyekezett a tragédiát koncentráló, a megemlékezéshez méltó, a sablonokat kerülő megformálásokra. Megkerülhetetlen a fájdalomnak a művészettörténeti ikonnal, a piétával való jelzése két eltérő megfogalmazásban is. A kacagi és a testvérvárosba Székelykeresztúrra készült Székely-siratóról készült fotókat emlegetném. Egészen más megközelítésű, az itt nem látható, de bizonyára ismeri, a 20. század formanyelvén megfogalmazott pályázatnyertes szolnoki emlékműve, aminek fő alakja a lebegő töredék egy arctalan, elpusztított férfi alak katona torzója. A mementó, a roncsolt, fragmentált korpusz torzó változatával a pusztulás, az áldozattá válás drámai jelképe. A nagykunság magyarságába beolvadt kun népessége, hagyományainak feltárása, megmutatása, az identitás keresés és őrzés felvállalt művészi programmá vált nála, amit szobrok sora bizonyított, gondoljuk a magyarkai kun emlékhelyre, és itt mögöttem a nagykun milleniumi emlékmű elkészítésére. Az utóbbi emlékezetes negyedik Béla király és kötenvezér találkozására és szövetségükre a kunokkal az ország védelme érdekében történő betelepítés. Az hivatalos évszázadok alatt tépet, sebzett országot István testével szimbolizálja, itt középen látszik álványokon ez a dombormű, a magyar táj felé hajolva a művész, ez a magyar táj 2000, itt az oszlottól előtt. Az emlékművek között a megvalósítás módját illetően van különös jelentősége a reformáció debreceni emlékművének, az alkotók, a Györfi család több generációs tagjai, úgyhogy kiki tudása legjobbát adva hozták létre a monumentális alkotást. A vitrinekben látható érmek, plakettek a szobrász nagymérvű munkásságához képest egy más műfajhoz illő meghatározással, pontatlanul élve kamaraművek. Csak méretben kevesebbek, a művészi invenciót tekintve teljes értékű művészi alázatot kívánnak. Közülük két sorozatot, a Per Naturam, ott abban az első vitrinben, az evolúció és a reinkarnáció befejezett darabjait emelnék ki. Az előbbi a táj fölé hajoló művész variációs játéka természeti motívumokkal, fákkal, folyóvízzel, dombozattal, a másik az ősi termékenységi szobrocskának az idézete, a különböző korokban változó alakban való megjelenítése a női szerepnek. Talán nem mindenki tudja, hogy a 11,1 cm-es kis szobrocskát magyar régész Szombati József találta 1908-ban Willendorf in der Wachau alsó-ausztriai városka mellett. A vitrínből kilépve a kis Willendorfi, az európai szentély, ott a két ablak között látható, az Európa szentélyének tetejét kariatidák helyett a Willendorfi nőalakot tartják, így értékeli fel a mai művész a 22-30 ezer évvel korábban szobrocskákat formáló ősének emlékét. Még egy szimbolikus szoborról szólnék, a játszma vége, ott a bejáratnál, amikor bejönnek, szemben látják. 1984.
Az életmű egyik ikonikus, kiemelkedő darabja. A kompozíció egy sakkjátszma indulatosan, veszíteni nem tudom, türelmetlenül felborított vége. A figurák szerte hullanak az asztalról. Egy így módon véget vetett játék a vereségről szól, ennek nincs győztese, vesztese mindkét fél. A kezdetekkor elfogadott elvek, játékszabályok, az egymás egyenrangú félként elfogadó, az egymás tisztelő vetélkedés kudarcot vallott, a gondolkodás a szellem mérkőzésének az erőszak, a nyers erő vetett véget. A játék maga az élet, és ha gumkacaj közben is az életért fel kell állni, a bábukat össze kell szedni, felállítani, erőt gyűjteni, és újra kezdeni. Mert aki szereti a játékot, az az életet újra kezdi. Hiszi és betartja a játékszabályokat, hogy ne a tisztességtelenség vehesse át a irányítást, mert az nem játék, az nem élet. Az a feladás, a legyőzetés, az ember és életellenes. De nem csupán művészi meditatív, parabolikus tartalma miatt van kitüntetett szerepe ennek a műnek az életműben. A testetöltés, a megformálás módjának, a kivitelezés bravúrjának szempontjából is jeles a mű. Sokan vizsgálták hitetlenkedve a részleteket, az ágagogas kompozícióban a figurák rafinált kapcsolódását hegesztéssel gondolták megvalósítottnak. Pedig nem. Egyben formált a szobor, és az öntés is hibátlan. Hány hasonló gravúrt hajtott végre az évtizedek során saját és kollégái terveinek, elképzeléseinek tökéletes létrehozása érdekében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Sándor! Hiteles, szép történet a tanyáról induló fiú élete és művészete a Munkácsi díjtól a Magyar Örökség és más díjakon át a Kossuth díj. Életútja megfelel a Marcus Aurelius-i követelménynek, minden tetted járuljon hozzá a közönség, a közösség kiteljesítéséhez. Ő a tehetségét a legsok oldalúban hasznosító művészek közé tartozó. Aki ellopta a tüzet, és ma is játszik a tűzzel, nem ellenfelei, játszótársai egymásnak. És maradjanak is sokáig. Ezt kívánom. Köszönöm meg tisztelt a figyelmet. Megköszönöm Bokai Gábor emeritus lektorúrnak a kiállítás megnyitóját. Tisztelt vendégeink! Felkérem Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Ez az, amire nem számítottam. Nem, hogy egy ilyen bemutatkozás után meg kelljen szólok szólalni. Nem is nagyon tudok megszólalni, mert valóban visszanyúlnak az emlékek több évtizedre, és ezek az emlékek, amiket megéltem, ezek foglalkoztattak a szobrászatban minden formában. Ezen a kiállításon most egy nagyon töredék a munkásságomnak, ami alakult, vagy fogjuk cserélgetni, elhozni újabb és újabb munkákat, amelyek megvannak. És hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy ez a kiállítóterem így alakult, és köszönöm polgármester úrnak is azt a lehetőséget, ami az udvaron van a gyerekek számára.
azt ugye régen kidobott szobrok, amelyeket ugyanőrültünk valamikor. A bővítési házok, ezek szobrai voltak ezek. Hogy milyen módon alakultak át a színeinkkel, amivel a gyerekek majd játszani fognak, amit átértékelnek, akár újra is festenek. És az a homokon gyűlődöl, ami itt lesz, hát abban régészeti leleteket találhatnak, nézhetnek, és tulajdonképpen a ilyen formán a természethez fognak kapcsolódni. Ez formán is fontosnak tartják, hogy a természet mentén próbálják az életüket végigélni. Úgyhogy én most nem tudok sok mindent mondani. Köszönöm bárcsnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, felkérem Szepesi Tibor polgármester urat ajándékok átadására. Nem csak ajándékok, hanem köszönet nyilvánítás is természetesen, hiszen nagyon sok személynek, szervezetnek köszönjük azt, hogy létrejöhetett ez a mai galéria megnyitó. Így elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapnak, aki egy pályázati forrást biztosított, név szerint Kásler Miklós egykori miniszter úrnak, aki gyakorlatilag a miniszteri keretéből a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül támogatta ennek a galériának a létrejöttét. És nagyon köszönöm dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úrnak, aki mindenben miniszter úrnál közben járt, hogy megkapjuk ezt a forrást, ezt a lehetőséget. Természetesen köszönöm azoknak a kollégáknak, mind a polgármesteri hivatal munkatársainak, mind pedig a városgondnokság szakembereinek, akik tettekkel, jó szóval, sok-sok munkával létrehozták ezt a kiállítást. Köszönöm Szilágyi Sándor építési vállalkozónak, munkatársainak azt, hogy az épületet egy picit formába hozták, a külső külalakját a galéria belsejéhez igazították, és méltó módon tudjuk most már kívülről is fogadni hozzánk érkezőket. Köszönöm szépen a berendezéshez, ahogy hallottuk Prókai Gábor előadásában is, a belső elrendezéshez, a kiállítás belső elrendezéséhez, a kiállítás megvalósításához nyújtott felbecsülhetetlen segítségét Györfi Balázsnak. Köszönöm ifjabb Györfi Sándor segítségét a megvalósításhoz. Köszönöm Prókai Gábor lektor úr tanácsait, segítségét, a mai megnyitón elmondott gondolatait. Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel köszönöm Györfi Sándornak és kedves feleségének a galéria megvalósításához nyújtott támogatásukat, segítségüket, jóváhagyásukat. És a legvégén az ajándékokat, ha mindjárt átadom. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a galéria önkormányzati intézményként, a Györfi István Nagyon Múzeum telephelyeként fog működni, de természetes, hogy az egyes számú kulcsot, kulcscsomót az alkotó Györfi Sándort illeti, melyet most majd ünnepélyesen át is nyújtok számára. Thank you.
És hoztunk egy nagy pezsgőt is, amely természetesen most lehet, hogy nem kerül felbontásra, de mindenképpen a galéria alkotójáé, alkotó művészéjé. Úgyhogy kedves Sándor, fogod tőlünk ezt is. Kedves jelenlévők, szeretettel köszöntöm én is mindenkit a György Sándor galéria átadásán. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jelentős alkalom, és bizonyára a tisztelt jelenlévők között olyanok, akik még visszamenve egy kicsit a múltban. 1990 környékén azon a véleményen voltunk az első szabadon választott önkormányzatban, hogy ez a város, amely sok éles dologban dicsekedhet, Nagykúság fővárosa, kiváló embereknek a szülő és alkotóhelye. Ez a város egyszer eljött az idő, amikor György Sándornak a művészetéről lesz híres. Az ő köztéri alkotásaiból, a szobrairól, illetve ő van, aki itt élt és itt él most is közöttünk, hívták sok helyre, de mégis itt van a Karcagot, a mi szeretett városunkban. És én úgy látom, hogy most egy újabb megerősítés jel ez a jósat, amely bevált, ez a megerősítés maga ez a csodálatos galéria. Szívből gratulálok ehhez György Sándornak, egész családnak, feleségének, valamennyi családtagnak, és gratulálok hozzá a városnak is. És én nekem meggyőződésem, hogy György Sándor olyan termékeny alkotó, olyan tartalékokkal rendelkezik, hogy ez az épület eljön az nem sokára, amikor kicsi lesz. Tehát én kívánom azt, hogy kelljen a bővíteni, egyre több szép dolog kerüljön ide, és ehhez kívánok jó erőt, jó egészséget György Sándornak, Sanyinak és valamennyinek. Kedves egészségünk!